Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Kolocsi Televízió híradóját láthatják 2023. március 8-án, este fél 8-tól. Kalocsa aranyát vitte a helyi delegáció Székely keresztúrra, viszonozza majd a testvérvárosunk a látogatást. Győzelem Siklóson, most egy hét pihenő vár a KKC-re. Új Dunahéd épül Mohácsnál, kapcsolatot teremt az 51-es számú főút és az M6-os autópálya között. Kalocsa aranyát, a piros fűszer paprikát vitte a helyi delegáció Székely keresztúrra, a Kolbásztöltő Fesztiválra ajándékba. Mint megtudtuk, a szívélyes vendéglátók viszonozzák majd a kalocsai nagy rendezvények alkalmával a látogatást. Mint korábban beszámoltunk róla, határon túli testvérvárosunk Székely keresztúr február utolsó hétvégén nagyszabású Kolbásztöltő Fesztivált rendezett, melyre magyar testvérvárosaik is meghívást kaptak, így Kalocsa is képviseltette magát. A testvérvárosi kapcsolat Kalocsa életébe is egy új szint hoz, hiszen számtalan alkalommal megjelennek a városi rendezvényeken, de talán én elsődlegesen azt emelném ki, hogy a határon túli magyarsággal való kapcsolat. Ez látszik a kapcsolatnak a talán mondhatom, hogy minőségében és aktivitásában is, hiszen leginkább Székely keresztúrral és Kulával van kapcsolatunk, a két a erdélyi és vajdasági testvérvárosunkkal. Ez nagyon sok új elemet tartalmaz. Én fontosnak tartom, hogy a kalocsaiak megismerjék a határon túliak kultúráját, gondolkozását. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy többször is a Nemzeti Összetartozás napján testvérvárosaink politikusai mondtak beszédet Kalocsán. Azt hiszem, hogy ez kuriózum, és egy mindenképpen új tartalmat ad a testvérvárosi kapcsolatunknak. És ugyanakkor az a barátság, az a kedvesség, az a szeretet, ami bennünket minden alkalommal a külföldi testvérvárosi kapcsolatok városokban fogad, az példátlan. Tehát rendkívül jó átélni, megérezni azt az összetartozást, azt a barátságot, ami a határon túli és az anyaországi magyarok között van. Zárult, ahol a városunkból vitt ajándékok is kiosztásra kerültek. Én fontosnak éreztem, hogy Kalocsa város külön díjat ajánljon föl. Én mondtam a zsűrinek, hogy hát kalkulálja be, hogy Kalocsa a összhatásában legjobb csapatnak szeretné felajánlani a díjat, hiszen hasonlít ez az egész rendezvény a Kalocsai Paprika Fesztiválra, mert a zsűri bírálta és értékelte a megjelenést, a dekorációt, az öltözékét a dolgozó csapatoknak, és természetesen az ételek minőségét. Mi azt kértük a zsűritől, hogy annak a csapatnak szeretnénk átadni a külön díjat, aki úgy globálisan összhatásában a legjobb volt. Természetesen egy gasztrofesztiválon mit lehet külön díjként adni? Egy gyönyörű kalocsai festett tányér, és egy nagy zacskó valódi kalocsai paprikát adtam át. Így a Székely keresztúri önkormányzat kapta meg a kalocsai ajándékcsomagot. A Kalocsai Kézilabda Klub férfi NB2-es csapata idegenben játszotta a következő bajnoki fordulóját Siklóson. Az elmúlt eredményekből kifolyólag a kalocsai gárda volt az esélyesebb, de nem adta magát könnyen a hazai alakulat. Győzelemmel tért haza a KKC Siklósról, de nem volt egy könnyű mérkőzés. Szvétek Balázs edző számolt be az idegenben lévő fordulóról. Az előző fordulóban egy mondhatni magabiztos győzelmet arattunk a Nagyatád ellen. Én bizakodva vártam a Siklós elleni mérkőzést, bár az ugye hozzátartozik, hogy idegenben azért egyik csapat ellenesre lehet biztosra menni. Én azt kértem a fiúktól, hogy azért ne altasson el minket az, hogy a Siklós számomra egy meglepően sima vereséget szenvedett kiskörösen, ne ebből induljunk ki, ettől azért sokkal jobb csapat a Siklós, főleg hazai pályán. Én azt kértem a fiúktól, hogy az első perctől kezdve próbáljuk rájuk erőltetni a játékunkat, hogy úgymond ne tudjanak belelkesedni. Ezért azt gondolom, hogy sikerült is. A második félidő közepén már vezettünk 7 góllal is,
Viszont itt azt gondolom, hogy sajnos ugyanúgy, ahogy a Nagyatád ellen, most Siklóson se tudtuk megadni úgymond a kegyelemdöfést az ellenfélnek. Volt egy 8-10 perces rövid zárlatunk, amikor nagyon bugyuta hibákat követtünk el támadásban és védekezésben, és hagytuk, hogy az ellenfél visszajöjjön a mérkőzésbe, feljöttek két gólra, így egy picit izgalmassá téve az utolsó 8-10 percet, de végül azért sikerült rendezni a sorainkat, és 4 gólos győzelmet sikerült aratni. Végül is mondhatjuk azt, hogy végig vezetve, de még egyszer mondom, én nagyon sajnálom ezt a kis rövid zárlatot, hogy ott úgymond tényleg nem tudtuk lezárni a mérkőzést a vége előtt egy negyed órával, és így a saját dolgunkat tettük nehézzé. Most egy hét pihenője lesz a csapatnak a következő nagy megmérettetés előtt, ugyanis a bajnoki címre törő Hőgyészi Egyesület érkezik majd Kalocsára. Március 18-án jön a Hőgyész, ők ugye egy teljesen más célokért küzdenek, mint mi. Ők ugye harcban vannak a bajnoki címért, ugye a hétvégén úgy alakultak az eredmények, hogy egy pontra megközelítették az első helyezett Nagykanizsát. Nekünk az a célunk, illetve tervünk, hogy fokozatosan fölzárkózni az élmezőnyhöz, oda a dobogó alsó fokánál lévő csapatokhoz. Én azt gondolom, hogy hazai pályán se feltétlen mi számítunk a mérkőzés esélyeseinek. Én mindig mondom, és én ezt vállalom is, hogy szerintem a Hőgyészben vannak a legjó képességűbb játékosok, ha az egyéni képességeket nézzük. Ez mellé ugye náluk még rutin is párosul. Én azt gondolom, hogy ők a végsőkig harcba lesznek a bajnoki címért. Ugye ősszel ott egy gólos győzelmet arattunk, de nyilván ezt se téveszem meg senkit. De bízom benne, hogy hazai pályán jó hangulatban, remélhetőleg sok néző előtt biztos vagyok benne, hogy a fiúk mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy megnehezítsük a Hőgyésznek a dolgát. De még egyszer mondom, itt elsősorban a Hőgyész számít azért még mindig a mérkőzés esélyesnél. 30 éve tervezik, hogy egyszer híd vezessen át Mohácsnál a Dunán, ahol jelenleg komppal lehet átkelni. Orbán Viktor évértékelő beszédéből viszont kiderült, új Duna híd épül Mohácsnál, és ha minden a terv szerint halad, 2026-ra már át is adják a 2x2 sávos 750 méter hosszúságú átkelőt. A Magyar Építők még tavaly decemberben számolt be arról, hogy a Mohács két, Mohács és Új Mohács a Duna által elvágott részét összekötő híd megépítése újabb lépcsőfokhoz érkezett, miután elkészültek és jóváhagyást kaptak a kiviteli tervek. Ezáltal a megvalósítás soha nem látott közelségbe került. A speciál terv honlapjáról az is kiderül, hogy egy 750 méter hosszúságú, 18.000 négyzetméter felületű, 2x2 sávos, hármas tagolású és acélszerkezetű híd készül. Az új híd nem csak a helyi lakosság mindennapjait teszi majd könnyebbé, hanem az országos úthálózatban is kiemelt jelentőséggel bírna. Kapcsolatot teremt az 51-es számú főút és az M6-os autópálya között. Ráadásul a déli-délkeleti szomszédos országokból érkező teherforgalmak számára is átkelést biztosítana a folyón. Helyet kapna egy egyoldali kétirányú kerékpárút is a híd déli oldalán, amely a helyi hivatásforgalmi kerékpározás, illetve a térség kerékpárút hálózat részévé válna. Tervek szerint 2024-ben megindulhat az építkezés. Amennyiben ezt tartani tudják, a Mohácsi 2026-os emlékévére már állhat a híd. Kalocsán Nagybőjt második vasárnapján március 5-én tartották a méhészek szentmiséjét a Szent István Király templomban. A szentmisét hagyományosan március elejére, a méhek tisztuló kirepülése idejére időzítik. Dr. Mészáros István prépost, templomigazgató, a szentmise elején elmondta, Nagybőjt a bűnbánat, a töredelem, a lelki tisztulás ideje, nem véletlen egybeesés, hanem gondviselésszerű, hogy a méhészek szentmiséjét is ezen a napon tartják, a méhek tisztulási, kirepülési idején.
A Prépost üdvözölte Papp Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület kalocsai szervezete elnökét, a jelenlévő méhészeket és családtagjaikat. Örömét fejezte ki, hogy Bercsényi János őstermelő, hajósi méhész idén is segítségükre volt a szentmisét követően a különféle mézekkel való ismerkedésben. Mint elhangzott, Lakatos Ákos gondolata volt évekkel ezelőtt, hogy a megáldandó termények közé a mézet is bevegyék. Dr. Mészáros István a méhészeknek ezúttal is köszönetet mondott, ezért a bölcsességért. A szertartáson megemlékeztek Deák Imréről is, akinek elévülhetetlen érdeme, hogy 1913. december 21-én megalakulhatott a Kalocsai Méhészeti Egyesület, amelynek ő volt az ügyvezető igazgatója. Az alapítóról úgy is megemlékeztek Kalocsán, hogy 1971. december 23-án a Városi Tanács a Rukkantelep keleti szélén épülő városnegyed egyik utcáját Deák Imréről nevezték el. Sírja is a városi temetőben van. Az élő és elhunyt méhészekért és családtagjaikért bemutatott mise utáni találkozó a mézekkel való ismerkedéssel, baráti beszélgetésekkel zárult. Már látható az alagút vége, és az a megoldási irány, amely azt mutatja, hogy merre tudjuk összekötni a járműforgalom számára a Kossuth-Lajos utcát a Szent István utcával. Nyilatkozta televízióknak dr. Filvig Géza polgármester. Egy héttel a legutóbbi önkormányzati képviselő testületi ülés után városunk polgármestere a Szentháromság téren adott interjút a Kalocsa TV-nek a belvárosi közlekedéssel és az elkerülő úttal kapcsolatban. Mint az előző hírünkben is beszámoltunk, az elkerülő út miatt heves viták zajlottak a tanácskozáson. Politikai viták voltak, és sajnos ebben a témában, a belvárosi közlekedés és elkerülő út témában is látom, hogy az ellenzék abszolút politikai témát csinál ebből a város által megoldandó feladatból, és hogy a lakosságnak az átközlekedését segítjük. Ez egy kicsi nehézségeket okoz, de lassan már kezdek hozzászokni, hogy nem számíthatok rájuk. Viszont nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a témákat mindig szakmai alapon közelítsük meg, és egy nagyon jó tervezői csapattal dolgozunk együtt, feltérképezik a belváros közlekedését, és ők tesznek szakmai javaslatot az átkötő út, a Kossuth-Lajos utca és a Szent István király forgalmának összeköttetésére, az átkötő út kialakítására. Tehát azt ki szeretném emelni, mert már itt a városban az a tévhit, hogy már én rajzolom meg a térképen, hogy hol lesz az átkötő út. Nem, ez szakmai alapon tervező szakemberek fognak javaslatot tenni. Én továbbítom mind a képviselőtestület felé, mind a lakosság felé. Nagyon hosszú előkészítő munka van a város mögött. A szakemberek minden lehetőséget megvizsgáltak, és erre a problémára a civilektől is érkezett megoldási terv. Jó az a koncepció, hogy a belvárosból vezessük ki a forgalmat, de jelenleg az nem megvalósítható. Mert a másik fontos szempont, hogy megvalósítható terv kerüljön a képviselőtestület elé, amellyel a kalocsai lakosságnak a belvárosi közlekedését tudjuk segíteni. Az érsekséggel is folyamatos volt az egyeztetés, és a legutóbbi február közepi egyeztetésen körvonalazódott ez a területrész, ennek a mértéke. Korábban szó volt arról, hogy itt egy sáv, egy forgalmi sávnak megfelelő terület kell átadásra, de ezt most véglegesítettük. Egy mellékelt tervrajzon pontosan lehet látni a méreteket, 824 négyzetmétert adnak át, és így lehetőség nyílik az előzetes kalkulációk szerint egy két forgalmi sávú útnak a kialakítására, úgyhogy ebben a tervezők még itt pontosítják a méreteket. Nyilván itt a kanyarívek, ami kritikus rész, azt kell pontosan kiszámolniuk, hogy az megfelelő lesz-e. Tervek szerint a környező utak felújítása is elkezdődik, mivel jó lenne, ha több irányba terhelődne a belvárosi járműforgalom. Fontos a forgalomlassítás szerepe is. Mint elhangzott, már több mint 30 éve az akkori városvezetés is tervezte a tér mellől elvezetni a forgalmat. Korábban, amikor a Szentháromság téren átközlekedtünk, akkor is itt a Főszékesegyház és a Katona István ház közötti útszakasz szűk volt. Ott is voltak torlódások, az sem volt egy megfelelő. Nyilván itt a belváros sűrűn lakott része
olyan kötöttségeket ad, amelyeket figyelembe kell venni, és így kell megtalálni azt a legkedvezőbb megoldást, hogy az átvezető utat ki tudjuk alakítani, valamint még más utcák felújítása is terve van, mert az az általános gyakorlat, hogy egy felújított új utat szeretünk közlekedők használni, és ezért, hogy több alternatív útvonal is legyen, valamint a belvárosi parkolók számát is szeretnénk bővíteni. Nagyon-nagyon megemelkedett a gépjárműforgalom, nem csak Kalocsán, mindenhol az országban, úgyhogy teljesen más forgalmi számot kell a jelenlegi úthálózatnak átvezetnie, a közlekedést biztosítani, mint például 15 évvel ezelőtt. A polgármester hangsúlyozta, minél előbb a képviselő testület elé kívánja vinni az előterjesztést. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, legközelebb pénteken találkozunk majd. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!